alakuló ünnepi testületi ülés lesz itt Tinyén. Polgármester úr, megtörtént az átadás, átvétel? Természetesen megtörtént, ez még az előző héten másodikán aláírtuk a papírokat, és ez a formai átadás megtörtént. Mi történik ma? Alakulóülésünk lesz, leteszi mindenki az esküt, a polgármester, alpolgármester, a bizottságok külső tagjai, jóvágyjuk az SMS-t, illetve még egy-két ilyen napi rendi pontunk van, amit meg fogunk tárgyalni. Polgármester úr itt lakik Tinyén? Természetesen. 2009-ben költöztem ide Tinyére. 4 felnőtt gyermekem van, ők már nem laknak velünk, illetve csak egy. A feleségem szülésznő, illetve műtőszakasszisztens, én építőmérnök vagyok, a Magyar Mérnöki Kamaránál bejegyzett felelős műszaki vezető, illetve műszaki ellenőr vagyok, és vállalkozásaimban dolgoztam idáig, tehát most mivel polgármester leszek, ezért ezt szüneteltetem. Mit lehet tudni Tinyéről? Hát Tinyé egy csodálatos település, most vagyunk 750 évesek, tehát nagyon régi a település, és fejlődnünk kell. Tehát az épületállományunk eléggé lelakott, lepusztult. Keresztül megy rajtunk ez a 102-es út, aminek a forgalma megkeseríti a mindennapjainkat, de hát ezt is próbáltuk intézni a illetékes helyeken, és gyakorlatilag úgy tűnik, hogy kialakítanak egy 103-as főközlekedési utat, és a teherautóforgalom másik fele az ott fog közlekedni. Mit lehet tudni a most megalakuló testületről? Hát a testület fiatal képviselőkből áll, én nagyon szeretek fiatalokkal együtt dolgozni, az átlag életkor szerintem nem éri el nálunk a 40 évet, én 58 vagyok, de a többiek jóval fiatalabbak. A túlnyomó többség az diplomás ember. Köszönöm a beszélgetést, és engedje meg, hogy a Buda Környéki Televízió nevében sok sikert kívánjak Önnek. Nagyon szépen köszönöm. Nagy tisztelettel köszöntöm az alakuló ülésünkön a testületi tagokat, a helyi választási bizottság elnökét, a hivatal munkatársait, a jelenlévő érdeklődőket és a Facebook felületen az ülés nyomon követő érdeklődőket. Kérem Önöket, hogy álljunk föl és hallgassuk meg a himnuszt.
problémamentesen és eredményesen lebonyolításra kerül a 2024 évi helyi önkormányzati képviselők és a polgármester választáson. A szavazás napján a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma települési szinten 1559 fő volt. Szavazóként megjelent 1010 választópolgár, azaz a választásra jogosultak 64,8%-a gyakorolta a választójogát a helyi önkormányzati választáson. Elsőként a polgármester választás eredményéről kívánom tájékoztatni önöket. Főállásuk független polgármester jelöltként 4 fő kérte nyilvántartásba vételét. A jelöltek közül Nagy Jenő 556 szavazatot kapott, a választópolgárok 55,05%-át. Frix Lajos 208 szavazatot, a választópolgárok 20,59%-át. Baró Zsolt 135 szavazatot kapott, a választópolgárok 13,37%-át. Sasvári Béláné 97 szavazatot, 9,6% a választópolgárok által kapott szavazata. A polgármester választás eredményes volt, a választott polgármester a leadott szavazatok 55,05%-ával. Nagy Jenő független jelölt lett. Egyéni listás független képviselőjelöltként 18 fő kérte nyilvántartásba vételét. Az egyéni listás képviselőválasztás eredményes volt. A helyi választási irodavezető a lakossági szám alapján határozottan rendelkezett, hogy a megválasztható képviselők száma Tinjén 6 fő. A megválasztásra került képviselők, akik a képviselőtestület tagjai lettek a leadott szavazatok alapján, Török Éva 485 szavazattal, Szabó Naszfati Klaudia 470 szavazattal, Barkóczi Dávid 442 szavazattal, Ducsai Sándor 384 szavazattal, Szabóni Tima 312 szavazat, Pályán Ádám 291 szavazat, mindannyian független képviselőként. Tinje község helyi választási bizottsága mind a polgármester választás, az egyéni listás képviselő választás eredményét alakszerű határozatban állapította meg. A választások eredményéről szóló határozatok ellen fellebbezés nem érkezett. Tájékoztatom önöket, hogy a helyi választási bizottságnak a választással kapcsolatos kifogásról a szavazatszámláló bizottságok által hozott választás érintő határozat ellen fellebbezésről döntés hozni nem kellett, e tekintetben a bizottságot megkeresések nem érkeztek. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! A választási bizottság nevében megköszönöm a helyi választási iroda vezetője és munkatársai munkáját, a választás előkészítésében, lebonyolításában résztvevő valamennyi bizottsági tag és pótag a delegált tagokkal egyetemben, a választás kapcsán a jelöltek együttműködését, jogszabályi keretek között tanúsított magatartását. Kérem, engedjék meg, hogy Tinje község helyi választási bizottságának valamennyi tagja nevében a megválasztott polgármester úrnak és a képviselőtestület valamennyi tagjának gratulálja a település szolgálatában végzendő feladatok ellátásához együttműködő, jó döntéseket hozó eredményes közös munkát és mindezeket nagyon jó egészséget kívánja. Utalvalóul, ha megengedik, egy idézetet hoztam önöknek. Ha előre akarsz haladni, ne azt nézd, mit rosszat tesznek mások, hanem azt, hogy neked mi jót kell tenned. Felkérem a jelenlegöket, hogy a képviselők esőtételére álljanak el. Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályt megtartom, és másokkal is megtartatom. A képviselői tisztségemből eredő feladataimat, Tinje község fejlődésének elombildítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem segítsen. Önöknek gratulálok, és további jó munkát kívánok, és a polgármester úrnak is az első kételét.
becsületembe és lelkiismeretembe fogadom, hogy Magyarországhoz, és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Tinje község fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem ügyvezessen. Köszönöm szépen. Sikeres egyes működést kívánok Önöknek, és további jó kívánok. És akkor kérem, legyen a testvérek találni. Akkor az első három napirendpontot legalább lezárom. Kérem a képviselő testület tagjait, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadják el. Aki a napirendi pontokat elfogadja, kérem, hogy készre tartásra jelezze. Megállapítom, hogy 7 igen szavazata a napirendi pontokat elfogadja. Akkor a 4-es napirendi pont következik. Alpolgármester választása, titkos szavazása. Az első három napirendi pontot a helyi választási bizottság elnöke levezényelte, ezért a tárgyalásban negyedik napirendi pontra folytatjuk. Ez a negyedik napirendi pont az alpolgármester személynek megválasztása. Az előírások szerint az alpolgármester választására titkos szavazás keretében kerül sor. Kérem, hogy válaszoljon meg a titkos szavazás szavazószámláló bizottságának tagjait. A nem érintett képviselők legidősebb tagját, mint korelnököt, Szaponyi Tínát kérem fel, hogy a szavazatszámláló bizottság elnöke legyen. Elfogadod? Kérlek, válasz még két bizottsági tagot. Jó. Kérem a képviselőtestületet, hogy fogadja el a szavazatszámláló bizottság tagságát. Kérem kézfeltartással jelezőtek, hogy megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a bizottságot elfogadtunk. Én az alpolgármesternek javaslom Török Tudor képviselőt. És akkor megkérem a szavazást mondani csodát. Ismertetem a szavazás eredményét, megállapítom, hogy 7 igen szavazattal Török Éva alpolgármester. Most felkérem az alpolgármestert az eskületét elére, kérni, és a nevedet. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat
Tínye község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Istenekem úgy segélye. A negyedik napi rendi pontot ezzel lezárom, az ötödik napi rendi pont a bizottságok megalakulása. Kérem a képviselő testület tagjait, hogy az alakulást megelőző munkabeszélgetéseink alapján hozzuk létre a képviselő testület munkáját segítő bizottságokat. Megbeszéltek alapján a két kötelező bizottság és a két saját döntéstől fakadó bizottság felállítását fogjuk megvalósítani. A kötelezően létrehozni kívánt vagyonnyilatkozat összeférhetetlenséget vizsgáló bizottságot, a település lakosság számához kapcsolódóan a pénzügyi bizottságot. A testületünk úgy határozott, hogy a település lakossági érdekeinek maximális kiszolgálása érdekében létrehozza a faluképi, településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságot és az oktatási, kulturális és sportbizottságot. Akkor első körben a pénzügyi bizottság. A bizottság elnöke és tagjai vonatkozásában javaslatomat az előterjesztést tartalmazta. Az előterjesztéshez képest az alábbi módosítási javaslataim vannak. Valamint adminisztrációs hiba miatt három határozat szövegén kell módosítanunk a bizottság nevét. A pénzügyi bizottságnak javaslom, elnökének javaslom Kucsai Sándor urat, képviselő urat, az egyik tagnak Szakonyi Tímeát, és külső szakértőként Reketje Fábián Felíciát. Kérem, mondjátok el véleményeteket, ha van. Ha nincs, akkor kérem a képviselő testületet, hogy szavazzanak a javaslatból készfeltartásra. Megállapítom, hogy 7 igen szavalattal a pénzügyi bizottságot elfogadta. Reketje Fábián Felícia külső szakértőt felkérem, hogy röviden mutassa be. Jó estét, sziasztok! A budapesti kórus egyetemen végeztem, majd egy felnőtt képzéssel kell a szervezési alapozó alapítványnál dolgoztam, mint projektmenedzser, ahol különböző uniós és állami pályázatok útján fordítottunk meg különböző projekteket és képzéseket. Köszönöm szépen! Akkor a következő bizottságunk a faluképi településfejlesztés és környezetvédelmi bizottság. Tagjainak javaslom az előterjesztéssel ellentétben Barkóczi Dávid helyett Pajer Ádámot elnöknek, Szabó Naszfadi Klaudiát tagnak és Déri Gábort külső szakértőnek. Kérem, mondjátok el véleményeteket, ha van. Kérem a képviselőtestületet, hogy szavazzanak a javaslatról készfeltartásra. Megállapítom, hogy a bizottságot 7 igen szavazattal elfogadtuk. Felkérem Déri Gábort, hogy mutatkozzon. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a bizonyra. Remélem, hogy képességeimmel és tudásommal hozzá fog tudni járulni a település fejlődéséhez. Én 1957-ben születtem Erdélyben, Észak-Erdélyben, Párcokban, Nagybányán. Az édesapám itt a szomszédban Keszthözön született. Nagybányán végeztem el a képzőművészeti liceumot, majd építészeti technikumot. Temesváron diplomáztam, mint építész. 1981-ben Magyarországra települtem át, megnősültem, van két gyerekem, 35 éves, 39 éves és két unokám. A pályafutásomat kivitelezésben kezdtem, és valahogy úgy hoztak sorsom, mindig a mély vízbe dobtak, úgyhogy a inotai
hűtőtornyokat, a csepegi papírgyárat, a Porga és Csesznek közti alagutat, mind műszaki vezető vezényeltem. Aztán elkerültem az iparterhez, az ipari létesítményeket, a Honvéd kórházat, a látóutói, illetve a Rumbasnebezsémország irodaháznak, mint társtervező vettem részt. Még pályafutásomhoz hozzátartozik, amikor még fiatal voltam, egy pár nemzetközi pályázaton vesztem részt Párizsban, Recifében, Brazília, Pekingben és Perpignanban, Dél-Franciaország. Aztán alapítottam egy saját tervezési irodát, majd ingatlanfejlesztéssel foglalkoztam, Telkin és Herceg Amanyi egyébként voltam főépítész. Köszönöm szépen. Mióta lakik tényleg? Közel három éve, tehát friss tényei vagyok, zöldfű, de szeretettel fogadtak be és szívesen lakik. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tagjainak javaslom az előterjesztés kis módosításával Szabó Naszvadi Klaudiát elnöknek, Szaponyi Tímát tagnak, Bajer Ádám helyett Barkóczi Dávidot tagnak, Ducsai Sándort tagnak és Kovács Vas Erzsébetet külső szakértőnek. Akkor kérek benneteket, hogy mindenkit a véleményeket van. És ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzuk készfeltartásnak. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 7 igen szavazattal ezt a bizottságot is elfogadtuk. Felkérem Kovács Vas Erzsébetet, hogy mutatkozzon be. Kovács Vas Erzsébet vagyok, 62 éves, friss, nyugdíjas pedagógus, egy olyan pedagógus, aki a 40 évből 35-öt a katedrán, és 5-öt a közigazgatásban töltött, de ez a közigazgatási pályafutás az oktatáshoz kapcsolódott. Az Emberi Erőforrások Minisztériumában dolgoztam, a közlelési igazgatási főosztályon, valamint a Klebersberg Intézmény fenntartó központban tankereti igazgatóként. Az oktatás számomra az egy létforma, mindegy, hogy kicsiket vagy nagyokat, hogy jogszabályok vagy forintok útvesztőjében, én ebben éltem egész életemben, és köszönöm szépen, hogy itt most ezt a munkát folytathatom azzal a tudással, amit magamra szedtem az elmúlt évtizedekben. A községben pillanatnyilag az általános iskolában református hitoktatóként dolgozom, valamint Pilis Jászfalun szintén az Állami Általános Iskolában hitoktatóként működök. Pillanatnyilag ezzel a munkával kiegészítve azt hiszem, hogy ez kitölti a napjaimat, és remélem, hogy fogunk tudni tenni Tinnyéért azért, hogy az itt született gyerekek ide gyökerezzenek, és itt váljanak felnőtté, és itt tudjanak családot alapítani, mert ez a falu jövője, erről meg vagyok győződve. Köszönöm szépen! Átérünk a utolsó bizottságra. A vagyonnyilatkozat és összeférhetetlenséget vizsgáló bizottságának tagjaira javaslom Szaponyi Tímját elnöknek, Bajer Ádámot tagnak és Barkóczi Dávidot tagnak. Kérem, hogy készfeltartással szavazzunk a bizottságtagjairól. Jó, megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a bizottságot elfogadtuk. Akkor lezárom az 5-ös napirendi pontot, és átérünk a következő napirendi pontra, a külső bizottsági tagok esküdtételére. Külső bizottsági tagok esküdtételét én olvasom elő, és mindenki azért után a nevét mondja. Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek,
Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Bizottság tagsági tisztségemből eredő feladataimat. Tinje község fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. A tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíten. Ezzel a hatos napirendi pontot lezárom. Hetedik napirendi pont, döntés az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításáról. Döntésem alapján az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát tartalmazó új rendelet került előterjesztésre. A tervezetet olvashattátok, a bizottsági tagokat tartalmazó melléklet javításra kerül, majd az előbbi döntések alapján más módosítási javaslatom nekem az előterjesztéshez képest nincs. Bármiben tudunk még változtatni, kérem, tegyétek meg módosító javaslataitokat, ha vannak. Gyurcsány Sándornak adok szó. Nekem egy olyan lenne, hogy a rendkívüli testületében is kihirdetésére jár a két napot tartalmaz, arra javaslom, hogy ezt kívül elkerüljük, amikor előtt nem tudja legyen kihirdetni. Illetve van néhány apró részrevételem, amiket behoznék. Az egyik például a 11-es pont, ott a két bekezdés között csak minimális eltérést érzékelni, nem tudom, ezt érdemes így szép mondani. 11-es paragrafus kibekezdése. Alapvetően a pénzügyi bizottság úgy működik, hogy
Látjuk a mostani beérkezett ajánlatokat is, valamelyik 10 napig érvényes, valamelyik 1-2-30 napig, hogy nem számára érvényes. Ezt a számára kérdés körzetben, a kérdésben, és akkor természetesen vannak olyan gazdasági események, amikor az ajánlott tevő nem tudja garantálni, hiszen a nyugodozó piacon az áll, hogy nem tudja vállalni ezt az emléket, hogy nem tudjuk ezt az állat jelteni, hogy kiszámíthatatlanak. Oké. Okay. Jó, szövegszerű vastagban nem is látszom, hogy baj. Ez az viszonylag szabad napolnám, de igen, megkaptuk, és be fogjuk építeni. Természetesen úgy felfogadásra kerül. Tehát az a javaslatom, hogy az önkormányzat támogat minden olyan tevékenységet, mert a település ellátó szolgáltató infrastruktúrális felzárkóztatását segíti elő. Ez eddig is volt. Ez, ami új, a B-pont. Kiemelt figyelmet fordít a gyermeket, és a fiatalok kötődésének kialakítását célzó kezdeményezések segítésére. Ez egy új mondat lehet. Felkarolj C-pont, felkarolja és segíti a település műemlékvédelmi és művészeti értékeinek feltárására, megőrzésére irányuló terveket, tartalja, ez is benne volt az előző szemeszter, és akkor a D-pont lenne az, ami eddig B volt, együttműködik a helyi civil szervezetekkel és egyházakkal. Én ezt gondolnám pontosan azért, amit a bemutatkozásomban is elmondtam, mindaz, ami miatt gondolom, hogy polgármester úr gondolt arra, hogy dolgozzunk együtt, hogy ez egy nagyon fontos lenne ebben a községben, ezt a célt nem elfelejteni. Jó. Hozzáfűzni valója az SMS-hez? Jó, akkor szavazásra bocsájtom a rendelettervezetet a jegyzőkönyvben foglalt módosítási javaslatokkal. Kérem, kézfeltartással szavazzatok. Jó, megállapítom, hogy az SMS-t ezekkel a módosításokkal elfogadtuk. Lezárom a 7-es napi rendi pontot. A 8-as napi rendi pont, döntések a polgármester illetményének, költségtérítésének, valamint kafetéria juttatásának megállapításáról, szabadságtervének elfogadásáról. Felkérem jegyzőasszonyt, hogy ismertessék. Hát tájékoztatlak benneteket, bár az előterjesztésben is benne van, hogy jogszabály kötelez arra, hogy ezeket a tiszteletdíjakat és költségtérítéseket a polgármesternek adjuk, viszont a képviselőtestület gyakorolja a polgármester munkáltatói jogkörét, ezért szükség van arra, hogy a képviselőtestület azt, amit a jogszabály megállapít, külön döntésében is elfogadja.
3 határozati javaslatot írtunk, egyik az illetményre és a költségtérítésre vonatkozik. A kafetéria juttatás az a költségvetés, idei költségvetési rendelet megalkotásakor az előző képviselőtestület döntése alapján került megállapítása nettó 400 000 forintos összegben, amely megegyezik a központi költségvetésben meghatározottakkal. És a polgármester úr időarányos szabadságába kapcsolatos a 3. határozat, amelyben van egy hiba, ugyanis december 26-a az még a karácsonyi ünnephez tartozik, tehát 26-a helyett a 30-át szeretnénk majd ő neki betervezni. Természetesen, ha valami közbe jön és nem így tudja kivenni a szabadságot, akkor utólag majd tájékoztatást nyújtunk. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Kérem a képviselőtestületet, hogy a polgármester illetményét és költségtérítését előterjesztésnek megfelelően fogadja el. Kérem kézfeltartással szavazzatok. Köszönöm, megállapítom, hogy 7 igen szavazattal ezt elfogadtuk. Akkor a következő a kafetéria juttatás elfogadása. Kérem, hogy a polgármester éves kafetéria juttatásának összegét fogadjátok el. Kérem, készfeltartással szavazzatok. Köszönöm, megállapítom, hogy 7 igen szavazattal ezt is elfogadtuk. És akkor a polgármester szabadságának éves tervét kérem, hogy készfeltartással szavazzátok meg. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal ezt is elfogadtuk. A 8-as napirendi pontot lezárom. Áttérünk a 9-es napirendi pontra. Döntés az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról. Ismét felkérem, jegyzőasszony. Az MÖTV meghatározza, hogy egy főállású polgármester és egy társadalmi megbízatású alpolgármester esetén milyen béreket lehet megszavazni. Alpolgármester és a tiszteletdíjas polgármesterek esetén ez maximalizálva van, ez jelen esetben is így van. Az előterjesztésben szerepeltettem, hogy maximum 351 000 forint havi juttatás állapítható meg az alpolgármester asszony számára, és ennek a 15%-a lehet költségtérítés. A polgármester úr az előterjesztés határozati javaslatában azt kérte, hogy az eddig hatályban lévő mértéket építsen be a határozati javaslatba. Ez került feltüntetésre. Természetesen bárkinek a kezdeményezésére meg lehet ezt beszélni, és lehet módosítani bármilyen irányba. Van-e kérdés hozzá fűznivaló? Akkor kérem, hogy szavazzunk. Szavazzuk meg a alpolgármester illetményét, illetve költségtérítését. Aki egyetért a mértékével, kérem készfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal elfogadtuk a alpolgármester asszonynak a illetményét, illetve a költségtérítését. Ezzel lezárom a 9-es napirendi pontot. És akkor áttérünk a 10-es napirendi pontra. Döntés az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet módosításáról. Az önkormányzat hatályos rendeletében csak azt az előzetesen megbeszélt módosítást vettük át, hogy a bizottsági tagok számára ne tartalmazzon tiszteletdíj fizetési kötelezettséget. Kérem, mondjátok el véleményeteket, ha van. Akkor ezt szavazásra bocsátom, ezt a rendeletet. Kérem, készfeltartással szavazzatok. Jó, megállapítom, hogy 7 igen szavazattal ezt is elfogadtuk. Beszélek anélkül, köszönöm, egy picit próbálok hangosabban. Szóval a testület kollektíven úgy döntött, hogy a bizottságok tagságáért és a bizottsági elnökségi pozícióért járó tiszteletdíjról mindannyian lemondunk.
azt gondoltam, hogy ez fontos az előző ponthoz még kiemelni, illetve egyesével mindenki dönteni fog arról is, hogy szeretne a képviselőtestületi tagságáért járó tiszteletdíjról is lemondani, és hogyha igen, akkor ez ügyben majd a jegyzőhöz fordulunk írásban, és megjelöljük, hogy mi az a szervezet, vagy mi az a cél, amiért szeretnénk ezeket az összegeket felajánlani. Ezt gondoltam fontos kiemelni az előző ponthoz. Köszönöm. Szeretném megköszönni mindenkinek a bizalmat és a támogatást, amelyen lehetővé tettétek számomra, hogy polgármesterként szolgálhassam a közösségünket. A választások során a csapatunkkal együtt megfogalmaztunk egy olyan programot, amely nem csak megvalósítandónak tartunk, hanem amelynek megvalósításában már most a hivatalba lépésem előtt és annak első napjaiban is belekezdtünk. Hiszünk abban, hogy közösen összefogva felvirágoztathatjuk Tinjét. Programunk alapja a közösségépítés, a község infrastruktúrális fejlesztése és a lakók életminőségének javítása. Először is el szeretném mondani, hogy az első hetem hogy telt. Sajnos az orvosi rendelőben folyamatosan elromlik a gázkazán, és itt olyan igények léptek föl a fűtéssel kapcsolatban, hogy az orvosi rendelő fűtését át kell alakítanunk. Itt két hőmérsékleti igény van, egyrészt van a védőnői szolgálat, illetve az orvosi vizsgáló, az egyikbe kell 26 fok, a másikba 20 fok, ezért ezt a rendszert át kell alakítanunk, az itteni szivattyú egyébként sem megfelelő, és sajnos a második szakember mondta azt, hogy ez a kazán nem tartható itt tovább, rendszeresen hibakódokat küld. A javítására mind a két szakember 400 000 forintot mondott. Azt tudom mondani, hogy egy 3 éves kazánt sajnos le kell cserélnünk. Tehát erre további ajánlatokat kell bekérnem, és az átalakításra is. Így állunk az orvosi rendelővel. Polgármesteri hivatal fűtés korszerűsítése. A polgármesteri hivatalban már évek óta fáznak, kazáncserére lesz szükség, és a rendszer áttisztítására, mert a végpontokon, tehát a tárgyalóban, illetve a polgármesteri irodában nem működik normálisan a fűtés, illetve a födémet le kell szigetelnünk, fenn voltam a padláson, a tárgyaló fölött egy 20 négyzetméteres luk van, hogy gyakorlatilag csak a mennyezeti faborítás, illetve annak a vakolása van, ami kb. 2,5-3 centi, és onnantól kezdve kifelé fűtünk, tehát nem véletlenül ilyen magasok a fűtési számlák, tehát ott gyakorlatilag a külső tér felé fűtünk. Itt először is ezt le fogjuk deszkáztatni, és utána pedig egy 30 centi cellulóz szigetelést fogunk erre felhelyezni. Erre folyamatban vannak az ajánlatkérések, és hogyha a képviselőtestület megszavazza, akkor ez a következő tevékenység, amit még a fűtési szezon megkezdése előtt végre szeretnénk hajtani. Kultúrház fűtése. Ezekkel az infrapanelekkel ezt a területet nem lehet befűteni, ezért 3 darab 5,3 kW-os klíma felszerelését szeretném itt eszközölni, illetve 2 helységet szeretnék még fűteni, amit használunk, a büfét, illetve a nyugdíjas klubnak használt helységet. Ide is 1 darab 3,6 kW-os klímát szeretnék felszereltetni. Erre az árajánlatok már rendelkezésre állnak. Egyrészt a régebbi testület, illetve a polgármester kértek árajánlatot, illetve én is kértem már 2-3 ajánlatokat. Már az áttükröt is elkészítettük. Valószínű, hogy csütörtökön tartunk egy rendkívüli testületi ülést, és hogyha összeáll ez a csomag, akkor ezt mind el fogjuk fogadni. Remélhetőleg holnap elkezdődik a zebra építése, erre még az előző testület szavazott, illetve az előző testület választotta ki a kivitelezőt. Kis fennakadások voltak, mert a közúti igazgatóság a forgalomkorlátozási tervet nem hagyta jóvá. Remélhetőleg ez a mai napon megtörtént, és holnap megkapjuk a zöld utat, és el fogjuk tudni kezdeni a strabaggal a kivitelezést. Ez a jó hír, a rossz hír pedig az, hogy sajnos ez a terv átvizsgálta a környezetében lévő parkolási lehetőségeket.
Tehát a kávézón előtt lévő parkoló meg fog szűnni, és ott egy zöld felület lesz kialakítva, illetve a szabálytalan parkolások miatt az önkormányzat előtt, tehát a iskola behajtója, illetve a patika behajtója közötti területrészre ilyen zöld pollerek, oszlopok lesznek elhelyezve. A túlsó oldalon pedig a Póludvar behajtójától lefelé, ott az új üzlet vagy zöldséges előtt is végig poller sor lesz elhelyezve, mindösszesen 44 darab. Ez a költségvetésben nagyjából 2,5 millió forint. Én ma kezdeményeztem a közúti igazgatóságnál, hogy legyen egy helyszíni bejárás, mielőtt a zebrát felfestik, és próbáljunk egy kompromisszumba jutni abban, hogy én elkezdettem ennek a parkoló lehetőségeknek, tehát ahol nem zavarja a parkolás a zebrára való rálátást, a zöldséges előtt 4, az önkormányzat előtt pedig 3 parkoló kialakítását párhuzamosan az úttal, illetve az út vízelvezetésének a parkoló alá való betervezését. Ezt a tervet megversenyeztetjük, megnézzük, hogy milyen tervező mennyiért tudja megcsinálni. Ha megszavazza a képviselőtestület, utána a jövő év folyamán pedig fogunk ennek a munkára pályáztatni. Ezzel elkezdődik a Bajcsi-Zsilinszky utca vízelvezetési, illetve parkolási programja, amivel egészen a Pilis-Csabai úti leágazásig szeretnénk majd eljutni az évek folyamán. Most szeretnék néhány szót arról szólni, hogy miért hoztunk létre ennyi bizottságot. Már többen megkerestek azzal, és ez a Településfejlesztési Bizottságra vonatkozik, hogy a Póludvart alakítsuk át közparkká, és kezdjük el a fásítást. Most mindaddig, amíg nem fogunk elfogadni egy koncepciótervet arra, hogy hogy nézzen ki a Póludvar, addig ebbe a munkálatokban nem tudunk belekezdeni, hiszen ezt egy közösségi, szabadtéri közösségi térré, illetve közparkká szeretnénk átalakítani. Tehát lesznek burkolt felületek, hogy a rendezvényeiket normális körülmények között tudjuk megtartani, illetve lesznek fedett területek. Ezekre föl fogom kérni a Településfejlesztési Bizottságot, hogy ezt a koncepciótervet készítse el. Ugye az egyik kültagunk építész, illetve a Völgyek Egyesületével is leültem, és ott is ajánlkozott egy-két művész, hogy ezt a koncepciótervet elkészíti. És onnantól kezdve mi már le tudunk ülni egy tervezővel, illetve a lakossággal, és le tudjuk egyeztetni, hogy ezen a Póludvaron milyen tér alakuljon ki. És ez is a Településfejlesztési Bizottság feladata lesz. A 102-es útról mondanék egy pár szót. Elkezdődött a behajtási engedélyek visszavonása, és új behajtási engedélyeket kezdtek el kiadni, tehát egy éven belül körülbelül arra számíthatunk, hogy a 103-as főközlekedési útra áthelyeződik a forgalom, a teherautóforgalom fele, és remélhetőleg ezzel párhuzamosan elkezdődik az M100-as, hogyha a költségvetés is úgy akarja. De minden esetre a 102-es úton megkezdődött ezeknek a forgalomtechnikai eszközöknek a telepítése, tehát itt gondolok az zebrára, tehát biztonságosabbá fogjuk tudni tenni a 102-es utat. Közösségi közlekedés fejlesztése. A Timeától hallottam, hogy a lakosság petíciót kezdett megfogalmazni Perbál és Tinye közötti buszközlekedés sűrítésére, ami már a mi programunkban is előjött, ez egy teljesen jogos igény, az valahogy egy sötét lukott, tehát ott gyakorlatilag naponta 2-3 busz közlekedik. Ezt a problémát a mi koncepciónkkal is meg lehet oldani, tehát gyakorlatilag mi azt mondtuk a programunkban, hogy Pilis-Csaba vasútállomás és Bicske vasútállomás között legyen egy keresztirányú buszközlekedés. Én mai nap egyeztettem a perbáli polgármesterrel, ő is inkább ő a herceghalmi vasútállomást javasolta, de abszolút kiáll emellett a busz közlekedés mellett. Ez két dolgot old meg, egyrészt a perbál tinnyei sötét lukat tünteti el,
Másrészt pedig ez megoldja Perbálnak is, illetve Zsámbéknak is a átjutását Pilis Csabára, illetve Pilis Vörösvárra. És ez úgy eladható a közlekedési minisztérium felé, hogy már itt az agglomerációban elkezdődik a Pestről Budára való közlekedés megoldása. Tehát egy zsámbékinak például, hogyha Budára akar menni, akkor egyszerűen föl kell szállni erre a buszra, és a herceghalmi vasútállomáson föl tud szállni a Kelenföldre közlekedő busz vonatra. Ha pedig Pestre akar menni, a nyugati pályaudvarra, akkor felszáll szintén erre a buszra, és Pilis Csaba felé megy át. Tehát gyakorlatilag megoldjuk az agglomerációban a Pestről Budára való közlekedést, és nem terheljük ezzel a budapesti közlekedést. Ez azt gondolom, hogy ez elfogadható a környékbeli összes polgármesternek. Én el fogom kezdeni ennek a megszövegezését, ennek a közlekedési fejlesztésnek. El fogok menni a zsámbéki, a perbáli, illetve a Pilis Csabai polgármesterekhez, és fogunk írni egyöntetűen egy támogató javaslatot erre. Infrastruktúra fejlesztése. Sajnos, mint tudjuk, a Damjanich utcára elkészült egy tervdokumentáció, de se a TOP+-os, se pedig a Magyar Falu programra nem nyertünk pályázati anyagot, viszont a Damjanich utca annyira kátyús, hogy itt meg kell oldanunk ennek a valamilyen szintű feljavítását. Én pár napon belül kimegyek két kivitelezővel is, egyik lesz a Strabag, a másik pedig a mai napon jelentkezett be egy kivitelező. Egy martaszfaltos felújítást szeretnék, de csak olyan helyeken, ahol nagyon kátyús az út, illetve egy emulziós szórással, hogy ne ezek a kátyú felújítások ne csak egy-két hónapra, hanem legalább másfél évre jelentsenek megoldást a Damjanich utcában. Természetesen ez már a jövő éves költségvetés terhére fogjuk elfogadni. Meglátjuk, hogy milyen árajánlatokat kapunk, és hogyha a kedvezőek számunkra, akkor ezt meg fogjuk valósítani. Ugyanilyen a mediterrán völgybe való beközlekedő út, ott is ezt szeretnénk. Terveket kell készítetnünk a Kossuth Lajos, illetve a Balcsi-Zsilinszky utca járdáinak a felújítására, de addig is a költségvetésünk terhére közösségi járdaépítési programot szeretnénk elindítani. Ezt a képviselőtestülettel még nem beszéltem át, de körülbelül ez azt jelenteni, hogy az önkormányzat megveszi a járdához a anyagokat, tehát a térkövet, a szegélykövet, illetve a segédanyagokat, és a lakó, aki a járdáját meg szeretné csinálni, saját magának, illetve közösségi összefogással meg tudja csinálni. Mi ebben mindenféle segítséget megadunk hozzá, tehát akár még kőművest is biztosítunk hozzá. Erre gondoltunk a közösségi járdaépítésnél, a jövő évi költségvetésben erre is el fogunk különíteni pénzt, ha a testület is megszavazza. Ez természetesen a pályázatokon felül van, ez csak addig fog történni, amíg nem nyerünk rá pályázati pénzt. Közösségi élet és kultúra. Amint már mondtam, itt a fűtést szeretnénk korszerűsíteni, és hogyha a feltételek adottak, akkor már október 22-én szeretnénk egy dokumentumfilmet levetíteni az 56-os forradalomról. Ez egy olyan dokumentumfilm, ami nagyon kevés helyen került bemutatásra, és olyan részleteket tartalmaz, amit még nagyon kevesen láttak, és utána lesz a rendezővel egy beszélgetés. Az elmúlt időben megvalósítottunk szeptember 28-án egy meseösvény nevezetű rendezvényt, illetve most hétvégén volt egy szüreti bálunk, illetve a október 23-ai megemlékezéssel egybekötve meg fogunk nyitni egy fényképes kiállítást, ami itt a nyugdíjas klubban kerül megrendezésre. Tehát Gőzevrővel elkezdtük a közösségi építő programok megszervezését, és ezek folytatódni is fognak, kiállításokat, színházi előadásokat és pódiumbeszélgetéseket fogunk tartani. Az oktatás támogatása. Először is
Ezért hoztuk létre ezt a bizottságot, hogy szakmai alapon is tudjunk együttműködni az iskolával. Az elsők között volt még augusztusban, hogy leültünk az iskola igazgatónőjével és a tantestülettel, a képviselőtestület, illetve a két egyház képviselője, a Csoma Áron, illetve a Gábor atya, illetve ott volt a oktatási bizottságunk kültagja, a Kovácsos Erzsébet is, és ott kinyilvánítottuk azt, hogy elkötelezettek vagyunk annak érdekében, hogy az iskolában az oktatást megjavítsuk, illetve a helyére tegyük. Az első lépés az volt, hogy a pedagógus hiányt próbáltuk kezelni, mindenféle Facebookos felületeken meghirdettük a testnevelő tanári állást, ez sikerült is, és így ezzel nem csak azt nyertük meg, hogy lett az iskolának testnevelő tanára, hanem azt az igényt is tudtuk teljesíteni, hogy az elsősök kaptak egy külön tanítót, mert a szülők folyamatosan szerették volna ezt, hogy ne legyenek összevonva a harmadikosokkal. Ez most sikerült. A biológia, földrajz és kémia tanárban van még hiánya az iskolába. Erre is hirdetéseket fogunk feladni, és hogyha kell, akkor az egyik szolgálati lakást a rendelkezésre fogjuk bocsájtani. Erre egy rendeletet kell, majd módosítanunk, de ezt meg fogjuk tenni, és akkor reméljük, hogy erre a három tantárgyra is vonzóbbá válik az álláshirdetés. És mindazután, miután a létszámot normalizáltuk, akkor el tudjuk kezdeni a közös gondolkodást az iskolával. Mi egyelőre csak célokat tudunk kitűzni, tehát szeretnénk újra vonzóvá tenni és alternatív lehetőségként a tinyei szülőknek és a környéki lakóknak ezt az iskolát. És azt szeretnénk, hogy az iskola olyan tudást adjon, hogy a továbbtanulás ne legyen probléma innen kikerülő gyerekek részére. És a jövőre pedig abban reménykedünk, hogy el tudunk indítani itt egy művészeti oktatást. Ez nem csak zenei képzést jelent, hanem képzőművészeti képzést is, és ebben a völgyekben lakó képzőművészekre messze menőkig számítunk. Együttműködés a civil és vallási szervezetekkel. Már több helyi civil, illetve vallási szervezetet felvettük a kapcsolatot, egyeztettük a programjaitat, ezeket a programokat egy közös naptárban már fel is dolgoztuk, ez le is tölthető, úgy tudom, a Klaudiától, tehát ezt mindenki le tudja tölteni egy internetes naptár formájában, és akkor itt meg tudja nézni azt, hogy az egyes szervezeteknek milyen programjaik lesznek. Az önkormányzati programok is rá lesznek letöltve, tehát már most fogjuk tudni, hogy például szemétszedés mikor lesz. Tehát nem lesz azzal probléma, hogy csak egy héttel előtte fogják megtudni az érintettek. A garancsító ügye. Valószínű, hogy nagyon sokan tudják a településen, hogy a karbantartással foglalkozó brigádunk gyakorlatilag megszűnt. A két, illetve a három emberből ketten felmondtak. Sikeresen föl tudtunk venni egy embert, illetve most úgy tűnik, hogy sikerül egy másodikat, tehát kiegészítjük őket három főre. Ők elkezdik a garancsító karbantartását, de én a vízügyi igazgatóságot, illetve a Pilisi parkerdőt fel fogom hívni, és egy közös megbeszéléssel megpróbáljuk azt a problémát megoldani, hogy a környező legelőtt túlságosan befásodtak, és ezért a vízlefolyás meggátolja, és így a tóba egyre kevesebb víz jut be. Ezzel sajnos a tó előbb-utóbb így el fog mocsarasodni, tehát valamilyen intézkedéseket meg kell tennünk, és az első lépés az, hogy ezeket a megbeszéléseket a vízügyi hatóságokkal, illetve a környező parkerdőkkel fel kell vennünk, és meg kell oldanunk. Mindazok az intézkedések azt mutatják, hogy nem csak hiszünk programunk megvalósíthatóságában, hanem aktívan dolgozunk is rajta. Stratégia mentén tervezetten irányítjuk a működésünket, illetve a településünk működését, ahogy önök azt elvárják tőlünk. Meggyőződésem, hogy közösen, csapatommal, önökkel együtt sikerülni fog elérni a kitűzött céljainkat, de ez még csak a kezdet, rengeteg munka áll előttünk, de eltökéltek vagyunk, meg fogjuk ezeket valósítani. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta.
Ezzel lezárom a 12-es napirendi pontot, és következik a 13-as napirendi pont, az egyebek. Átadom a szót a jegyzőasszonynak. Köszönöm szépen. Egyelőre én kértem, hogy egyebekben lenne néhány ismertetni való a képviselőtestület tagjaival. Kezdjük. Van néhány határidős feladat. Most, hogy az eskütételek megvalósultak, innen indul a számolás. 30 napon belül szükség van arra, hogy minden képviselőtestületi tag és a közeli hozzátartozója vonatkozásában vagyonnyilatkozat kerüljön leadásra. Én most nem hoztam el a papíralapú vagyonnyilatkozatokat. Holnap fogok mindent elektronikusan megküldeni. Elektronikusan is tölthető, szerkeszthető. Bárki, aki kéri, nyomtatjuk, alá tudja írni, és akkor le tudjuk fűzni. Minden nyilatkozatot két példányban szükséges majd nekem átadni. Erre 30 nap van, és sajnos január 30-áig még egyszer meg kell ismételni, mert új évkezdéskor, ugye a hónap első napján ez, ugye az év első hónapjában ez megint csak kötelezettség lesz. Képzésen kell részt venni minden képviselőtestületi tagnak. 3 hónapon belül kell elvégezni ezt a képzést. A kormányhivatal még nem tette közzé a felületet. Amint ez az információ megszületik, azonnal továbbítani fogom, hogy tudják a képzést elvégezni. Minden képviselőtestületi tagnak 1 hónapon belül regisztrálnia kell magát a KOMA adatbázisba. Ez egy köztartozásmentes adózókat nyilvántartó adatbázis, és a Nemzeti Adó és Vámhivatal felületén fog ez láthatóan működni. Nagyon fontos, hogy képviselőtestületi tag csak az lehet, akinek nincsen köztartozása. Bárki bármit elfelejt, mondjuk befizetné gépjárműadót, akkor nagyjából 30 napon belül kapom az értesítést, hogy tartozása van a képviselőtestületi tagnak, és akkor van azt hiszem 3 hónapja, hogy ezt így megoldja, és akkor utána visszakerül az adatbázisba. Gazdasági programalkotási kötelezettség van, erre mostantól kezdve fél éven van a képviselőtestületnek. Arra kérem, hogy ezt így a ülések mellett kezdjék el megtervezni. Az előző gazdasági programot azt át fogom adni, és esetleg mintának lehet használni. Ami határidő most még közelít, az a közös hivatal kérés kérdése. Ugye október 1-től 60 napja van a két képviselőtestületnek arra vonatkozóan, hogy eldöntse, hogy 2025. január 1-től hogyan szeretné a hivatal, önkormányzati hivatal működését folytatni. Én arra kérem önöket, hogy lehetőleg mielőbb, ne a 60. napon vagy az 59-en szülessen meg ez a döntés, utána nagyon-nagyon rövid lesz az idő, hogy végrehajtsuk. Bármilyen változás fog bekövetkezni a hivatallal kapcsolatban, az elég sok feladatot ad, mert megállapodást kell módosítani, alapítókiratot kell módosítani, törzskönyvi nyilvántartást, mindent át kell vezetni, és nyilván jogosultságokat is, esetleg az egész szabályzati rendszert is érintheti. Az idei költségvetés az már 2023. novemberében megszületett. Az a szomorú hírem, hogy a központi költségvetés még nem került kihirdetésre, ezért nincsenek információink. Nem tudom, hogy mikor lesz arra lehetőség, hogy a jövő évi költségvetéssel kapcsolatban bármit is önök elé tudjunk tárni. Kiadási oldallal elkezdhetünk tervezni, de hát a bevételi oldalt nem ismerjük, akkor a kiadási oldal nehéz lesz fixálni. De igyekszünk, jó lenne még egy az év zárása előtt valamiféle költségvetés, hogy kicsit nyugodtabb legyen a jövő év indulása. Ami határidős még, az a helyi adórendelet. Amennyiben bármilyen módosítást szeretnének, ami az adómértékek emelését jelenti, akkor ennek a határideje november 30-a. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is kérem, hogy beszéljék meg, hogy van-e ilyen szándékuk. Csökkenteni bármikor lehet évközben, de ha emelni szeretnének január 1-től, akkor azt november 30-ig meg kell hozni.
Jó. Még van egy-egy papírom mindenkinek. Ez egy üres nyomtatvány. Erre kérem, hogy mindenki az adatait írja rá, a kért adatokat. Ez ahhoz szükséges, hogy a képviselői tiszteletdíj rögzítéséhez a KIRA rendszerbe tudjuk önöket felvezetni. Megköszönöm a figyelmet. Lezárom a 13-as napi rendi pontot és a képviselőtestület ülést is. Nagyon köszönöm a részvételt. Viszontlátásra mindenkinek. Köszönöm. Jó éjszakát. Alpolgármester asszony, engedje meg, hogy a Budakörnyéki Televízió nevébe is gratuláljak ahhoz, hogy megválasztották alpolgármesternek. Váratlanul érte? Köszönöm szépen. Megtiszteltetésként ért. Már beszéltünk róla, de nagyon örülök neki, hogy megválasztottak. Ez most felborítja az egész hétköznapi életét, gondolom, mennyire? Már nagyon készültünk erre, nagyon régóta a csapat már tavaly elkezdett készülni, a kampány során már nagyon sokat dolgoztunk együtt, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó együttműködés lesz. Remélem, hogy csak jó dolgokat hoz a hétköznapokba is. Feltételezem, hogy itt lakik Tinyén. Igen, születésem óta itt lakom. Szállodai közgazdász vagyok, itt születtem Tinyén, itt jártam általános iskolába, és innen ingázom most is, és nagyon várom a közös munkát. Én azt szeretném, hogy mindenkinek, aki itt lakik, ugyanolyan erős kötődése legyen, mint nekem, és hogy annyira szeressenek itt lakni, mint én, annyira a sajátjuknak érezzék a falut. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.